November 12-én a Mi Petőfünk címmel rendezte meg diák találkozóját a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület Kiskunfélegyházán. A rendezvényen hirdették ki annak a videópályázatnak eredményét, melynek pályaműveiben a fiatalok településeik, iskoláik Petőfi kultuszát mutathatták be. A 9 kisfilmet a napzárásaként le is vetítették. Csányi József polgármester köszöntötte a vendégeket a találkozón. Mint elmondta, a félegyháziakban Petőfi Sándor szelleme él tovább. Aki valóban félegyházi, abban Petőfi szelleme valamilyen szinten él. Miből is adódhat ez a szellem, amely megjelenik bennünk? Jól tudjuk, hogy vannak viták a körül, hogy Petőfi hol született, igaz, ő erről elég egyértelműen nyilatkozik, mikor aláírta azt a várost, hogy itt született, Kiskunfélegyháza nevét aláírta. Mégis azt pontosan tudjuk, hogy kisgyermekkorát, 5 éves koráig itt Kiskunfélegyházán töltött el. Itt születtem én ezen a tájon, az alföldi szép nagy Kállainé Vereb Mária, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület ügyvezető elnöke köszöntőjében azt is elárulta, a zsűri milyen szempontok mentén értékelte a beérkezett alkotásokat. 10 perces videófilm készítését vártuk az iskoláktól, amelyben bemutathatták saját Petőfijüket. Vártuk mind az összeállításban, mind a megjelenítésben az ötletességet és a kreativitást. Az értékelésre szakmai zsűrit kértünk fel. Az emlékplaketteket Kállainé Vereb Mária és Rosta Ferenc alpolgármester adták át.